Nehéz döntés volt összemérni egy 7 éves karatés teljesítményét egy díjugratóéval, vagy egy kézilabda csapattal, hangzott el a díjátadáson. A világhírű Kovács Szaltónak nevet adó hevesi tornászt, Kovács Pétert is felfedező Tóth Gyula volt a döntőbizottság elnöke. A szakember szerint egy-egy kimagasló tehetség korai felismerésében óriási szerepe lehet egy jó szemű testnevelő tanárnak. A testnevelő tanár az, aki látja legelőször egy gyereket a testnevelés órán. Amikor futnak, vagy járkálnak, vagy mennek a folyosón. Én nem tudom mindenkinek milyen szeme van, az enyém olyan, hogy én látom, hogy ebből ez vagy ez lehetne. Má amelyik hozzám közel áll. És hát nagyon sokat jelent az, hogy az ember kinézi, de nem csak kinézni kell, ugye akkor oda kell hívni, beszélni kell vele, figyelj már ide, neked erre, próbáld már még ezt csinálni, és akkor ha megpróbálja, és akkor ha sikerélménye van, akkor már nincs gond. A város legjobb sportolóinak járó cím adományozását 2002-ben az Összefogás Heves Városért Egyesület hívta életre. A szervezet közben megszűnt, ám az önkormányzat részéről úgy döntöttek, hogy folytatják és jelentős forrásokkal támogatják a kezdeményezést. Most 4 kategóriában 11 díjat adtak át, 3 sportot támogató körnek vagy szervezetnek is megköszönték a munkáját. Az a Makó Nándor alpolgármester adta át a díjakat, aki ezen az estén civil foglalkozásából, testnevelői mi voltából fakadóan díjátvevőként is szerepet kapott a kézilabda műfajában. Amatőr diák olimpián lettünk 5. Békés Csabán az országos döntőbe, és az egyik játékosom, Nagy Anita lett a tornának a gólkirálynője. Őt díjazták most, illetve engem, mint edzőt. A hevesi önkormányzat a TAO programon keresztül és alapítványok segítségével is támogatni próbálja a helyi sportéletet, és természetesen a tehetségeket is, szögezte le Makó Nándor.